Augusztus 21-én kerül megrendezésre Püspökladányban, a Gellér Sándor Sportcentrumban az ötvös kupa női nemzetközi röplabda előselejtező. Erről Borsos László alpolgármester beszél televíziónknak, aki elmondta, 25. alkalommal kerül megszervezésre ez a torna. Ez év elején kereste velünk a kapcsolatot az ötvös röplabda szakosztálynak a vezetője, hogy minden évben, már sok éven keresztül megrendezik a röplabda kupát, az ötvös röplabda kupát, és mint vidéki helyszín gondoltak Püspökladányra is. A fogadtatás részünkről természetesen pozitív volt, hisz egy népszerűsítése is lenne gyakorlatilag, és célja is ennek a kupának. Püspökladányban nem nagy hagyománya van a röplabdának. Akkor még nem körvonalazódott, hogy igazából milyen szerep lenne Püspökladányé. Mára kiderült, hogy gyakorlatilag, mint külső helyszín, egy vidéki helyszín, egy nap alatt előselejtezők tekintetében játszanának itt csapatok. Egy lengyel kisváros csapata fog érkezni, egy felvidéki, egy kassai csapat, és két magyar delegáció, Kunhegyes, illetve az ötvösnek egy utánpótlás csapata. Maga az egész kupa egyébként talán úgy jellemezhető, hogy Kelet-Európának a legnagyobb röplabda utánpótlás tornája. 25 éve. Ez a 25. év gyakorlatilag, hogy megszervezésre kerül minden évben. 1997-ben volt az első, ha jól tudom, és gyakorlatilag az öt földrészről, 55 országból voltak már itt csapatok, a teljes igény nélkül Chile, Brazília, Vanuatu például nem olyan régen, USA, Kína, India, tehát egészen széles a paletta, tehát külföldön is jegyzik ezt a tornát, ezért is öröm számunkra, hogy Püspökladány is teret adhat. Mint vidéki helyszín, emellett egyébként Derecske meg Hajdúböszörménybe lesz mégis a torna többi versenynapja, 21-23-ig a befejezésig, az debreceni helyszínen fog történni. Az alpolgármester továbbá hozzátette, tulajdonképpen két vonalon zajlanak az események, strand és teremröplabda csapatok mérkőznek meg egymással augusztus közepétől. Gyakorlatilag két vonalon zajlanak a versenyek, van strandröplabda rész is, az Hajdúnánáson kerül megrendezésre, az 18-19-én, és van a teremröplabda, amiben részesei leszünk mi is. Augusztus 21-én és 14 órától kezdődik az első mérkőzés, és 19 óra kora utolsó, tehát olyan 20 óra magasságába fog befejeződni a püspökladányi helyszínen a torna, és a következő nap már akkor Debrecenben lesznek a helyosztók, meg a döntőmérkőzések, és 23-án lesz befejezve. Egyébként több támogatója van a rendezvénynek, az Emberi Erőforrások Minisztériuma is egyébként, mint fő támogató szerepel, és az önkormányzatok is, a vendéglátás tekintetében Püspökladány is részese ilyen. Tehát augusztus 21-én 14 órai kezdettel várja a Püspökladányi Gellér Sándor Sportcentrum mindazokat, akik szívesen megtekintenék az ötvös kupa női röplabda előselejtező mérkőzéseit.